Hát én személy szerint a rezsicsökkentést nagyon jó dolognak tartom, tehát egy szóval tudnám jellemezni, hogy egy szuper dolog, és nem értem azokat az embereket, akik egy olyan politikus felé kacsingatnak, aki nem akarja ezt megtartani, ezt a rezsicsökkentést, hanem más alternatívákat akar kitalálni, adja az ötleteket, hogy ne használjunk annyi gázt, meg villany, meg ne főzünk annyit, stb. Tehát én ezt egy viccnek gondolom, mert ez egy szuper jó dolog, és tulajdonképpen ez a pénz a zsebünkbe marad, csak sokan ebben nem is gondolnak bele, mert nem a postás hozza ezt a pénzt, és nem átutalási számlánkra kerül, hanem ez a számlán mutatkozik. Nem is tudom, hogy mi lenne velünk, hogyha ezt a rezsicsökkentést elvonnák. Ez egyáltalán nem jó. Hát nem tudom, hogy ő ezt hogy képzelte el, mikor 7 gyereke volt, akkor azzal, hogy mit csinált, hogy fürdette őket, meg aztán, hogy kevesebb áramot, vizet, meg villanyt használjon. Nekem a Fidesz kormány 2013. január 1-je óta több mint 1 millió forint rezsicsökkentést írt nekem jóvá. Én nagyon nem értek egyet Márki-Zajnak azzal a kijelentésével, hogy úgy tudunk spórolni, hogy vegyünk föl egy kabát vagy egy pulóverrel többet, meg kapcsoljuk le a villanyt, mert így is ezt csináljuk. Már régóta folyamatosan az olcsóbb rezsivel is takarékoskodunk. Hungaroppán üvegezésű ablakunk van, mindig a villanyt csak ott használjuk, ahol van, és nagyon igazságtalan lenne, ha ez megszűnne. Úgyhogy hajrá, Fidesz!